Szép jó estét kívánok, Szél Bernadettel kezdjük a ma esti egyenes beszéd, ez az LMP társelnökének, és jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Hát tettek egy nagy próbát a soros terv felkutatása kapcsán az LMP-ben, mert hogy megkérdezték Rogán Antaltól és az ő minisztériumától, hogy akkor pontosan mi is az a soros terv, milyen választ kaptak? Egy közérdekű adatkérést adtunk be, hogy ugyan adják már ki nekünk ezt a soros tervet. Múlt pénteken járt le a határidő, semmilyen választ nem kaptunk. Innentől kezdve bizton állíthatom, hogy bebizonyítottuk, hogy nincsen soros terv. De még azt sem mondták, hogy még kell egy kis idő, a fénymásolásért. Azt sem mondták, hogy fapapúcsa, hogy szokták ezt, hogy semmi, nem érkezett válasz. Valamit olvastam a kormánypárti médiában, hogy miket olvasgassak én, mert hogy soros terv van. De a lényeg az, hogy nincsen semmi olyan jogalkotási dokumentum, ami alapján egy ilyen terv szerint ők elkezdenének dolgozni nemzeti konzultáció, már pedig ez nekünk nagyon sok pénzünkbe kerül. Ugye az első fél évben nem 40 milliárd forintot elköltöttek kormányzati kommunikációra, lehet tudni, 10 milliárd, meg 6 milliárd. Csak egy pici része ment arra, hogy kifejezetten a sorossal kapcsolatos dolgokat. Ömlik a pénz kifele. És azért azt szerettem volna megnézni, hogy ugye a következő nemzeti konzultáció ilyen 6-7 milliárd forint lesz. Tehát azért szeretném leszögezni, hogy 3-4 milliárd forintból például a bölcsődei dolgozóknak a béremelését meg tudnánk oldani. Vagy akár az isztambuli egyezmény ratifikációját 7 milliárd forintból el tudnánk kezdeni a munkát ezzel kapcsolatban. Szóval bőven van ennek a pénznek normális helye. Azért nem hiszem, hogy ez a hűtlen kezelés miatt tett feljelentéssel kapcsolatban nagyon optimisták, hogy ugye, ezzel a végén majd akár bíróságon is kötnének. De hát azért dupla csavar van a dologban, mert nem elég az, hogy nincsen soros terv és úgy konzultálnak róla, hanem az is nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a kormány az, aki erről pénz fölött rendelkezik, és gyakorlatilag a Fidesznek a kommunikációjára költi ezt a pénzt, tehát a Fidesz népszerűsíti belőle. Tehát látszik, hogy itt a kampány elkezdődött. Én azt gondolom, hogy ez se normális dolog, tehát egy ilyen tiltott pártfinanszírozás íze is van ennek a történetnek, de most azt tegyük el egy másik lapra. A lényeg az, hogy én egy gegnek szántam az elén, hogy jó, akkor kérjük a soros tervet, de hát a helyzet az, hogy elgurult náluk egy kicsit aminek el kell gurulnia, mert még válaszra sem értettem. Ugye a brüsszeli csúcsnak már vége van, és ott viszont valóban elfogadtak egyelőre bizottsági szinten egy olyan reformjavaslatot, amiben valóban szerepelnek olyan szavak, hogy állandó automatikus áthelyezési mechanizmus, sőt még az is, hogy a strukturális alapokon keresztül büntessék azokat az országokat, amelyek nem fogadnak be menekülteket. Ez azért hasonlít ahhoz, amiről Orbán Viktor beszél. Jó, Orbán Viktor ugye azt mondta, hogy az Európai Parlament elkezdte a soros tervnek a megvalósítását. Én továbbra is azt gondolom, hogy először nézzük meg, hogy mikor lesz ebbe a határozat, meggyőződésem, hogy nem egy hamar lesz belőle. Másrészt pedig én elvárom Magyarország miniszterelnökétől, hogy képviselje a nemzeti érdeket. Nem itthon kell milliárdokat elszórni arra, hogy mi történjen majd a bizottságnál, vagy az Európai Parlamentben, vagy akár a tanácsban. Tegye ő a dolgát. Pontosan tudja, hogy a magyar emberek mit gondolnak erről a kérdésről. Mi magunk is, ugye, amikor volt ez a bizonyos sárgalapos eljárás, támogattuk a kormányt abban, hogy a bírósághoz forduljunk, hogy ilyen kvóta ne jöhessen létre. Tehát mondhatjuk azt, hogy politikai konszenzus van Magyarországon e témával kapcsolatban. Tehát teljesen nyilvánvaló az, hogy a miniszterelnöknek az égvilágon minden fölhatalmazása megvan ahhoz, hogy ő ott minket képviseljen a bizottság ülésen. Nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy ők rácsavarodtak a 2018-as kampányra, nem beszélnek egészségügyi dolgokról, az oktatás szomorú helyzetéről, tragikus helyzetéről, a bérválságról, a kivándorlásról, egy csomó olyan mindennapi, de borzalmasan fájó dologról, ami a magyar embereket érinti, hanem az utcák tele vannak rakva Soros Györgynek a plakátjával. Erre nincs szükség. Azt jól értem, akkor ezek szerint, hogyha mégis ez a javaslat bizottság után átmegy az Európai Parlamenten, átmegy az Európai Tanácson, és szankciót tartalmaz. Hát nem fog átmenni az Európai Tanácson, tehát szerintem Orbán Viktor ezt nem fogja megszavazni, mondja, ha még ő lesz a miniszterelnök. Akkor ezzel tényleg a magyar miniszterelnöknek ebbe nem szabad belemenni, tehát azért a végén ebbe egyetértenek. A mi pártálláspontunk az, hogy felülről nyitott kvótákat nem tudunk támogatni. Ami viszont tény, hogy ugye volt ilyen sárgalapos eljárást kezdeményeztek, hogy egyáltalán az Európai Tanácsnak van egy jogkör erről dönteni. Mi akkor támogattuk a kormányt, hogy menjen az Európai Bírósághoz, nézzük meg, hogy kinek van egyáltalán jogköre erről az egész kérdésről beszélni. De ebben más is van ebben a tervezetben, úgyhogy ez egy komplexebb, nem tudom, gyűjtemény, vagy kívánságlista egyelőre, mert arról azért még jogszabályról nem beszélhetünk. Itt még sok víz le fog folyni a Dunán, miután ugye ez most kezdődött ez a történet. Nem tudom, ki lesz akkor Magyarország miniszterelnöke, amikor ez véget ér ez a történet, de jelenleg akárhány pártra nézek, szerintem egyik miniszterelnök jelölt se lesz olyan helyzetben, hogy ezt támogatni tudja. Vissza ide-haza, mert hogy hát itt a sajtóban is, meg szerintem baráti társaságokban is mindenhol Sáros D. Lila, illetve Marton László története volt a hét témája, és az LMP némileg úgy tűnik, hogy ehhez kapcsolódva egy módosító javaslatot nyújtott be, egy olyan törvényjavaslathoz, ami eredetileg a gyermekekkel való foglalkozástól tiltaná el azokat, akik szexuális visszaélést követtek el. Viszont a javaslat lényege, ha én jól értem, az, hogy nagykorúakra is vonatkozzon, hogyha valaki nagykorúakkal szemben
a hatalmával visszaél. Igen, két helyen adtuk be módosító javaslatot a törvényjavaslathoz. Az egyik az, ugye azon a ponton módosítaná a törvényt, hogy most az szerepel benne, ha valaki kiskorú sérelmére követel szexuális visszaélést, akkor kiskorúakkal nem foglalkozhat a munkahelyén. Ezt szerintem azt mondja, mindenki egyetért ezzel. Viszont azt gondoljuk, hogy ha felnőtt sérelmére követel hasonló dolgot, akkor sem mehessen gyerekek közelébe. Tehát ne az, hogy 18 év alatt, ha elkövet, akkor mehet gyerekek közelébe, ha meg 18 év fölött, akkor sem mehessen. Ez a lényeg. A másik, ami nagyon fontos, hogy ugye realizáljuk, és most ez valóban egy tabu, hatalmas tabu döntögető időszakban vagyunk, ahol én azt gondolom, hogy nagyon sok minden lelepleződik, és nagyon sok mindenki lelepleződik. Hogy maga az az aláfölé rendeltségi viszony, amelyben nagyon sok esetben nők vannak, az milyen helyzetekbe kényszerít minket, milyen helyzetekbe kényszerülünk ilyen helyzetekben. Azt gondoljuk, hogyha ilyen hatalmi viszonyban valaki elkövet szexuális visszaélést, abban az esetben ő többet ezt ne tudja megtenni, tehát azt a munkáját ne tudja tovább végezni. Iskola, tanárdiák, edző, és akit edz, vagy igen, tehát az edzett. De ugyanilyen lehet például egy színházi rendező, vagy egy színésznő. Munkaviszonyra nem vonatkozik, ott másfajta elbírálás kell, de ha kifejezetten aláfelé rendeltségi viszonyban születik egy ilyen visszaélés, akkor ne végezhesse tovább ezt a munkát. Mondok egy nagyon kézzelfogható példát, például, hogyha egy szociális gondozó elkövet a gondozott sérelmére ilyent, akkor többé ne lehessen szociális gondozó. A munkavégzés alól fel kell menteni, abban a szakmában neki keresni valója nincsen. Azt majd szakértők megítélik, hogy mennyire jó ez a törvényjavaslat, viszont azt már a meglévő szabályozásról is tudjuk, hogy eleve nagyon-nagyon kevesen jutnak el odáig, hogy mernek róla beszélni, hogy utána rendőrségi szakba, vagy akár bírói szakba is elítélik az elkövetőt. Tehát, hogy mintha a szociális rendszer, a rendőrség, a szakértők nem állnának készen arra, hogy ne a nőket hibáztassák. Ugye döntő többségében nőket éri ilyen típusú bántalmazás, azért mondom, hogy nőket, de hogy általában nők a hibásak. És még mindig hát ezt mondják. Ugye lenne egy jó megoldás, évek óta halasztódik az isztambuli egyezménynek a ratifikációja. Én azt gondolom, hogy itt kezdődne a dolgoknak az alapos rendbetétele, ugyanis az komplex segítséget képes nyújtani a prevencióban, vagyis a megelőzésben is, de abban is, hogy például a rendőrök, vagy akár a bíróságok, vagy akár a médiában dolgozó emberek helyesen tudjanak közelíteni mennyibe egy ilyen helyzethez. Mennyibe kerülne ennek az isztambuli egyezménynek a minden szinten való elterjesztésen, az nyilván költséges. Attól függ, ugye, hogy hol akarunk megállni. Mi azt számoltuk, hogy amennyi a mostan következő nemzeti konzultációra félre van téve pénz, azzal el lehetne indulni. Mondok, pár milliárd forint. 7 milliárd forinttal biztos, hogy el lehetne indulni, és én azt gondolom, hogy amit mi megtaláltunk a magyar költségvetésben erre fedezetet, az bőven, hogy is mondjam, jobb helyen lenne az isztambuli egyezménynek a ratifikáció kapcsán, mint ahol most van. Ezzel az ügyel kapcsolatban a színházi szféráról, a médiáról, tanárdiák viszonyról beszéltünk. Politika érintett? Tapasztalt ilyesmit a saját életében? Hát amióta én politikus vagyok, nagyon sok mindent tapasztaltam, konkrétan ilyent nem éltem meg, ilyen jellegű dolgot, de biztos vagyok benne, hogy nőtársaim szerte világon kerülhettek már ilyen helyzetbe. Azért a magyar politika nagyon sajátos, ugye nagyon kevés nő van a parlamentben. Nem tudok ilyenről beszámolni, de itt nem is rólam van szó szerintem, hanem magáról, erről a helyzetről, ami szerintem nem tudunk olyan szakmát mondani, vagy olyan hivatást, ami úgy felmenthető lenne, hogy ott nem kerülhetnek emberek ilyen helyzetbe. És helyesen mondta szerintem azt is, hogy van, hogy férfiak kerülnek ilyen helyzetbe, de túlnyomó részt valóban nőkről beszélünk. Akkor vagyunk biztonságban, nagyobb biztonságban, hogyha az isztambuli egyezménynek a ratifikációja megtörténik, mert nem kell itt kiktálni a spanyol viaszt, ott tételesen összeszedték, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy a dolgok változni tudjanak. Most egy nagyon erős, szinte forradalmi helyzet van. Megint úgy érzem, mint például az energetikában, hogy a lakosság, vagy a magyar emberek előrébb tartanak, mint a politikusaik. Egy kicsit úgy érzem, hogy most ez megtörtént, hogy ugye Amerikából indult ez a hullám, de itt van Magyarországon is, tehát így Ön mit szólt ahhoz, van hogy Sárosdi Lilla megnevezte Marton Lászlót? Én azt gondolom, hogy Sárosdi Lilla úgy járt el, ahogy ebben a helyzetben neki el kellett járni. Ő vállalta föl ezzel kapcsolatban azt a nagyon nehéz döntést, amit felvállalt, tisztelet érte. Nyilván ezt az ügyet le kell folytatni, de azt gondolom, hogy nagyon sok ember számára ad erőt, hogy egy nő így kiállt a plénum elé, és elmondta azt, ami vele történt. Nagyon sok történet van, ami ott a torkok mélyén ragadt, és ami nem tud előjönni emberekből. Megható, és hát
szóval tényleg elérzékenyítő azt látni, hogy ahogy ő erőt adott rengeteg embernek, ahogy közösségi médián ezt én magam is követem, és figyelem ezt, hogy hogyan terjed. Még október 23-áról beszéljünk röviden. Debrecenben tartják a megemlékezést, arra hivatkozva, hogy az események Debrecenben kezdődtek, de hát azért jó messzire mentek Budapesttől, ahol ugye onnan indultunk, hogy valami közös megemlékezés lesz. Én nagyon sokat távol vagyok most Budapesttől, mentségemre legyen mondva, hogy folyamatosan dolgozom, és ugye van nekünk dolgunk az országban mindenhol, és Debrecenben most amúgy is helyzet van. Tehát az a bizonyos díszdoktori kinevezés, amit Vlagyimir Putyin megkapott, és ami utána ott az egyetemben egy olyan hullámot indított el, amilyen elindított, azt gondolom, hogy önmagában predesztinálja, hogy Debrecenre kell vetnünk a tekintetünket. Ott vannak szavazók, akiket most meg lehet szólítani, azt érzik? Fáklyák lesznek a kezünkbe, és menni fogunk 23-án a nemzeti ünnepünkön. Én egy beszédet is fogok mondani, ahol arról fogok beszélni, hogy a szabadság nekünk mit jelent a 21. században. És én azt is szeretném elmondani, akár most is, de ott is el fogom mondani, hogy nem elég, hogy a kormány a független intézményeket megszállta, de az egyetemeknek az autonómiáját is veszélybe, tehát megfosztotta az egyetemeket az autonómiájuktól. Mindenkit térdre akarnak kényszeríteni ebben az országban, és ilyen módon gyakorlatilag 56-nak az örökösei azok biztos, hogy nem ott vannak, akik most magukat annak gondolják. És mi van, hogyha a tömegben ott lévő szimpatizánsok, vagy bizonytalan választók arra gondolnak, hogy igen, igen, egyetértek azzal, amit ön mond, de hát egy 5-6%-os, 7%-os párt minket ettől hogy tudna megvédeni? Hát egyrészt ugye azt kell látni, hogy szerintem nem ilyen gondolatok lesznek akkor az emberek fejében, mert ugye az emberek alapvetően nem százalékokban gondolkodnak, sokkal inkább a különböző stúdiókban beszélünk ezekről a bizonyos százalékokról. Én nem akarom megkerülni, sőt büszke is vagyok, mert egy folyamatosan erősödő pártnak vagyok a társelnöke, sőt miniszterelnök jelöltje, de hogy ez egy egyre nagyobb szolgálat lesz a következő időszakban. Egyre nagyobb a felelősség, ahogy jönnek hozzánk emberek, és azt mondják, hogy igen, korszakváltásra van szükség, és nektek van igazatok. Való igaz, hogy megpróbálnak itt egy olyan látszatot teremteni, mintha lenne a kormány, meg lenne az ő ellenzéke. De hogy igazából itt egy nagyon fontos törésvonal van, ami látszik, és ez az új pártok és a régi pártoknak a törésvonala. Látszik az, hogy ez az ország nagyon mélyen a gödörben van, és én azt gondolom, hogy nagyon sok szavazó, nagyon sok választó, nagyon sok polgártársunk érzi magát elveszettek ebben a helyzetben, és sok esetben azt gondolja, hogy ott vagyok az utcán, látom, hallom, hogy egy teljesen új irányra van szükség, új ideológiára van szükség, új hozzáállásra van szükség. Az emberek az elmúlt 27 évben folyamatosan átverve érezték magukat. Erre kell egy új ajánlat. És azt tudom önnek mondani, hogy ha ezeket a gondolatokat át tudjuk erről ezt beszélni, és hát szerintem nem a nemzeti ünnepen fáklyával a kezünkbe kell ezt átbeszélni, hanem sokkal inkább azokon a fórumokon, amelyeket én szerte az országban tartok. Tegnap voltam Sopronban, megyek tovább, ugye holnap Gödöllőre, Debrecenbe. Az és biztos, aztán, hogy rengeteg igen, fórumon jár, igen, azt szeretettel. Igen, köszönöm, mindenkit szeretettel várok, mert ezekről a kérdésekről viszont beszélnünk kell. Köszönöm, hogy azért eljött ide is. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak.